A Tészi Klubban folytatódott az Öreg Sosok Albatrosz Repülő Egyesület népszerű programsorozata. A szerda esti találkozón Somogyi Tóth Gábor, a Budapest Airport volt vezérigazgatója, az Aeropark jelenlegi vezetője tartott előadást a repülőtér, mint a légiszállítási iparág egyik alkotó eleme címmel. A polgári légiközlekedés, a légiszállítási iparág repülőteres pillérével foglalkozom. Azért mondom, hogy repülőteres pillérével, mert a légiközlekedésnek három ilyen nagy pillére van, ami nyugszik. Az egyik a légitársaságok, a másik a repülőterek, a harmadik pedig a légtér, a légiforgalmi irányítás. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok fajsúlyos változás történt a légiközlekedésben. Ebből az utasokat leginkább az új technológiák megjelenése érintette, hangzott el az előadás fősodrában. Kemény meg puha változások, tehát azt mondanám, hogy a kemények közé sorolom a repülőgépeket, amilyen elképesztő hatékonyság növekedés, zajcsökkenés, fogyasztás csökkenés, kibocsátás csökkenés, befogadó képesség növekedés, hatótáv növekedés jellemezte az utasszállító és áruszállító repülőgépeket az elmúlt mondjuk 30 évben, az egészen elképesztő. A repülőterek gazdasági szempontból is számos változást éltek meg, mert míg a repülőgépek magánkézben voltak és vannak, addig a repülőterek közszolgáltatásként többségében az állam tulajdonában maradtak, ahogy a légtér is állami szféra maradt, amely megtestesíti egy ország szuverenitását is.